Önök hogy vannak a piros magyaros csokival? Dr. Zacher Gábor is imádja a piros magyaros csokit. Ezen kívül még több szenvedélye van, például a pipázás, a pipák gyűjtése, de munkamániás is, valamint imádja az akertortát és a sportolásra is odafigyel. Hát ezekről a szenvedélyekről is beszélgethetnénk, de nem ez lesz előadásának központi témája itt Nyírteleken a Királytelek Figadóban. A kutatások alátámasztják, hogy az egészséget veszélyeztető magatartási tényezők közül kiemelkedik az inaktív életmód, az egészségtelen táplálkozás, valamint a rizikó magatartások, mint például az alkohol, a dohányzás, a kábítószerfogyasztás, illetve a korai szexuális élet. Miért óvjuk meg ezen szerek használatától gyermekeinket? Ez a központi téma előadásának. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem, fogadják szeretettel dr. Zacher Gábort! A plakáton van egy ilyen mágikus dolog, hogy miért akarjuk megóvni a gyerekeket ugye a káros szenvedélyektől. Szerintem tök egyszerű a válasz, hogy ne olyanok legyenek, mint mi. Szóval valahogy erről szeretnék én tulajdonképpen beszélni, a saját mindennapi függőségeinkről, és valahogy kiindulási alap az legyen az, hogy van nekem egy hihetetlen bölcs feleségem, aki 25 éve tolerál engem egész jól, és van egy 18 éves fiúk. Szokta egyébként mondani a feleségem, hogy a gyerek pont olyan, mint te vagy. És nem pozitív hangsúlyjal hangsúlyozom, és azt gondolom, hogy ez nem csodálkozni, és meg tetszenek át, hogy miért nincs ezen az egész dolgon csodálkozni való. Következő szituáció, apa, anya, kisgyerek, apa, anya között van valamilyen konfliktus, nem az ilyen fejedet a falba verem, vérbelő fröccsen című történet, csak egy kicsit emeltebb hangú vita. Sajnos a gyerek ott van, sajnos a gyerek hallja, nem tudja, miről van szó, nem érti, hogy miről van szó, de kiérzi a beszélgetőkből a feszültséget, meg a hang nem is egy kicsit emelkedett, lezárul a vita, a felek jobbra balra, mit csinálnak? Rágyújtanak. Órán száján fülé jön a füst, és a gyerek számára ez még jelenti, hogy probléma megoldás. Ezzel fogja levezetni a feszültséget. És számára is tök természetes lesz, akár egy baráttal, barátnővel, pedagógussal, bárkivel volt konfliktus után, a rágyújtás egy tök jó megoldás. És ezek ma már egyértelműen bizonyítottak, hogy ezek sokkal halmozottabban jelennek meg, hogyha ilyenfajta mintákat lát. Gondoltuk volna 44 évvel ezelőtt, amikor az első mobiltelefonhívást kezdeményezték ilyen ekkora kéttéglányi készülékeken, hogy ebből valaha tulajdonképpen függőség lesz. És tök érdekes a világ változása, 20 éve elmentünk WC-re, mit vittünk magunkkal? Újságot és ma? Jövünk a folyamaton és nyomogatjuk a gombot, mert oda jön velünk, és mi van akkor, ha nincsen térerő? Mi van akkor, hogyha nem tudunk valakivel kapcsolatot teremteni, kész, összedőlt a világ? Pedig nem a Szaharában vagyunk 600 km a legközelebbi településtől, hanem mondjuk itt akár a város közepén, vagy akár a szomszédos nagyvárosnak a közepén, és tökéletesen el vagyunk vágva a világtól. Nem beszélve arról, hogy tulajdonképpen ezek a fajta eszközök egy nagyon sajátságos kötődési kapcsolatot építettek fel az emberben. És érdekes dolog, hogy például a nikotin függőség talán az egyik legintenzívebb függőség, ami érkezik. Hiszen ugye a sejtek felületén vannak ilyen receptorok, ilyen fogadó helyek, az úgy tessék elképzelni, mint egy parabola antenna. És akkor az ember elszívja a cigarettát, ugye a nikotin az szépen bemegy a parabola antennába, és 45 percig tök jól működik. Utána persze lebomlik, és a parabola antenna elkezd kiabálni, még. És következő. Hogy próbál már meg leszokni dohányzáshoz, pontosan tudja, hogy ez micsoda veszélyes és nagyon-nagyon komoly melóval járó történet.